Sziasztok, Csabusa vagyok. Ebben a videóban most három homokórát szeretnék nektek mutatni, pontosabban három videóban. Az elsőben a legkisebbet és a legegyszerűbbel kezdeném. Ez lenne. A homokóra alatt itt azt értem, hogy olyan szerkezetek, amik homokot dobálnak és automatikusan feltölték magukat, hogyha kifogytak. Igazából nem is mértem le, hogy mennyi időt peregnek le. A lényeg csak ennyi volt, amit mondtam. Na, itt az elsőnél, igazából itt csak a feltöltés a lényeg, ugyanis itt egyesével adagolja a homokot. Ezzel kapcsolva lehet bekapcsolni, akkor kezdem a demonstrációt. Amint látjátok, felülről leesik egy homok. Blokk. Azt érzékeli ez a redstone összekötögetés itt. És a dugattyúk, hát eltolják az egészet, és újra leesik egy. Először ez a dugattyú, a felfelé tolt dugattyú kezd, és ahogy visszahúzódik, ez a másik itt, amelyik itt balra tolja az egészet, betolja alá a homokat, csak így már is egy kockával feljebb került az egész, és végül ez a jobbra toló itt lelöki a következőt. Na, ez a sok resto meg repeater azért van itt, mert kell egy olyat csinálni a rendszerrel, hogy amikor jelet kap, akkor csak egy időre kapjon jelet ez a dugattyú. Tehát teszem azt, ha most konkrétan ezt a restont oda kötném a dugattyúhoz, akkor ez kinyílna és úgy maradna, mert még mindig ott lenne a homok, kapná a jelet. Ezért kell ez a kis apróság ide, hogy csak egy rövid ideig kapjon jelet a dugattyú. És most összerakom itt mellette. Egy kicsit nagyobban, úgy látványosabb. Igazából a több repeatert rakok itt a még látványosabb. Hoppá. Na szóval ez van ugyanaz, illetve, na, ugyanitt van ez is, mint ott, csak kicsit nagyobban, itt a látványosabb. Ha most meghúzom a kart, akkor kinyílik a dugattyú. És valamit elront, igen. Oké. Okay. Aztán visszahúzódik. Kezdem. Még egyszer. Szóval meghúzom a kart, akkor kinyílik a dugattyú. Itt a repeatereken is elindul a jel, és amikor elér a fákjához, akkor lekapcsol. Itt a kar még mindig küld a jelet, de hát a dugattyú vissza van húzva. Mikor meghúzom a kart, akkor ez a fákja nem világít, ez az ág itt lekapcsol. Mivel mindkét ág le van kapcsolva, ez a fákja itt felvillan, és a dugattyút bekapcsolja. Közben a repeatereken is elindul a jel, és amint eléri a fákját, akkor már is kap jelet az egyik ágról, és kikapcsol. Nem tudom, ez mennyire érthető. Fel lesz töltve a mapot, meg lehet nézni, ezt itt hagyom. Szóval itt is ugyanez van, csak egy kicsit tömerebb változatban. Itt van az a kimenet, ami ott volt a kimenet. Szóval ez megy ehhez a dugattyúhoz. Ez egy rövid időre kinyílik és visszahúzódik. És miatt leesne a homok, a repeatereken keresztül eljut a jel ehhez a dugattyúhoz, és gyorsan alátolja a homokot. Így az egész egy kockával feljebb kerül. Közben itt ezen az ágon pedig elindul a jel ehhez a dugattyúhoz. Ez a legvégén kapcsolódik, nyílik ki, vagy tolja le a homokot. Igazából azt
nem kell sok szórakozás vele. Arra kell csak odafigyelni, hogy mindenképpen utoljára kapcsolódjon be az a dugattyú. Szóval itt az időzítésekkel nagyon odafigyelni, ezek a repeaterekkel szórakozni, hogy miatt visszaesne a homok, itt alátolja ez a dugattyú, pont akkor éljen oda a jel. Hát ezt így, nem csak ilyen próbálkozással lehet belőni, nem lehet pontosan eltalálni elsőre. Szóval ennyi lenne ez a homokóra. Hát kicsit tágabb értelemben homokórának nevezve. Köszönöm, néztetek, nézzétek meg a másik kettőt is, ott kicsit összetettebb homokúra.